Szuper. Szuper, jó. Na, üdvözlet mindenkinek, akkor ismét csak összehoztunk egy beszélgetést Indigo Butterfly csatornával, és ezúttal megpróbáljuk kitalálni azt, hogy hol is különböznek az álláspontjaink, és vajon hol egyeznek. Úgyhogy én egyből a közepébe is vágnék. Nekem van egy kérdés, amire kíváncsi vagyok, hogy mi a válasz, az pedig az, hogy hogyan állapítod meg azt te az életedben, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami nem? És akkor azok számára, akik esetleg nem ismerik a rendszert, elindítom az órát, és akkor van 5 percet nagyjából, hogy ezt kifejtsd. Szóval honnan, mi az, ami alapján eldöntött, hogy mi a jó, mi a rossz, vagy mi az, ami helyes, mi az, amit csinál? Jó, hát én is üdvözlök mindenkit, minden kedves néződet, meg az olyan nézőidet is, akik annyira nem kedvesek, de ezt csak nyilván poénból mondom. Hogyan is döntöm el, hogy mi jó és mi rossz? Hát ez szerintem egy ilyen tök ösztönös érzés. És az ösztön az nagyon fontos ilyen szempontból, és hogy mi is az az ösztön. Na most ezt kéne definiálni, ugye, hogy mi is az az ösztön, mert sok mindenre fogják. Én szerintem ez egy magunkkal született dolog. Ez a dolog, ez már 2-3 évesen is az embereknél kialakul, főleg, hogyha az embernek van tapasztalata, olyan szempontból, hogy van egy gyereke, akkor azért azt látja, hogy 3-4 évesen meg tud bocsátani, felismeri azokat a tényezőket, amik esetleg jók vagy rosszak, tud bűnbánó lenni, olyan nem, már nem előre megtanult dolgokat túl, amik én szerintem ebből következtethetőek, abból, hogy konkrétan vele született dolog az emberrel az, hogy tudja mi az, hogy jó és rossz. Én szerintem ehhez nem kell olvasni semmit. Ez egy nagyon furcsa dolog, pont ezért mondom, hogy én még ezt az utat nagyon nyárom, és ez is egy nagyon fontos szegmens ennek az egész útnak, hogy ugye a végén megtaláljam, hogy igazából tényleg honnan is eredeztethető, és mi a forrása annak, hogy mi lehet az, hogy jó és rossz. Ugye arra fogják az evolúcionisták, hogy hát ez egy ilyen társadalmi konszenzus, ugye ember és ember között, hogy mi a jó és mi a rossz. Nyilvánvalóan olyat nem teszünk másnak, amit nem szeretnénk, hogy velünk is megtegyenek. Ez egy ilyen alapvető tétel az emberek között. Én szerintem egy kicsit azért tovább nyúl ez a dolog. Én szerintem nem itt, mert ugye más kultúrákban meg ez teljesen máshogy működik. Mert ott úgy csinálnak másokkal rosszat, hogy ebben a kultúrában például az jónak számít, és ugye fordítva. Tehát kulturális különbségek vannak ilyen szempontból. Mindenhol más a jó és a rossznak a megítélése. Hogy milyennek az, tehát hogy honnan eredeztethető, meglátsz egy embert szenvedni, akkor vele együtt szenvedsz te is valahol belül. És ezt érzed. Nem tudod, hogy miért, nem tudod, hogy honnan jön ez a dolog. Én szerintem ez egy ilyen intuíció. És kérdezhetek közben? Jó, kérdez. Már nem muszáj, csak kíváncsi vagyok, hogy egy-két, most, mert aztán el fogom felejteni. Azt akarom kérdezni, hogy és akkor mi van akkor, hogyha ha bizonyos embereknek más ez a toleranciájuk, ez, érted? Szóval én mondjuk lehet, hogy szeretem a keményebb bánásmódot, míg egy másik ember meg nem annyira szereti. Szóval mikor azt mondom, hogy úgy bánjak vele, mint ahogy szeretném, hogy velem bánjanak, akkor valaki mindenkinek más az, amit szeret, ugye, hogy ő vele hogyan bánjanak. Tehát valahol kell, hogy legyen egy határa annak, hogy mi az, amire azt mondhatom, hogy jó, akkor ez még, vagy nincs, vagy mindenki ezt magának eldönti, akkor ezek szerint, ahogy érzi gyakorlatilag, ha jól értelmezem. Nem. Egyéni szinten el lehet dönteni azt, hogy kinek milyen mértékben valamilyen dolog jó, e vagy rossz, viszont társadalmi szinten, ahol törvények vannak, és törvények korlátozzák be azt, hogy mi a jó és a rossz, az megint egy másik dolog. Nyilvánvalóan az ember az a saját maga kis világában, lelkében tudja eldönteni, hogy meddig mehet el ebbe vagy abba az irányba, de hogy mondjam, amikor már egy társadalomban vagyunk, egy civilizációban, akkor ott már egy közös megegyezés alapján kell ezt eldönteni, és az ott lefektetett alapok szerint kell élni az életünket. Most nyilvánvalóan
Én szerintem, hogyha ez csak egy példa, ha én felpofozok egy nőt, mert felidegesít, akkor Igen. én szerintem az valamilyen szinten, valamilyen kontextuson, az lehet egy elfogadható Helyes. dolog. Viszont van egy olyan ember, akinek az az értékrendje, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinál az a nő, egyszerűen ilyet nem teszünk. Ez megint egy álláspont, viszont van maga a társadalmi konszenzus, ami azt mondja, hogy nem ütünk meg nőt, bármit csinál. Nyilvánvalóan ez a többség. Pontosan azért mondom, hogy egyén válogatja, és még ebben is hazudunk magunknak. Én azt mondom, hogy egy csomó esetben van az, hogy még ezt is magunknak úgymond felépítjük. Tehát keretek közé szabjuk, ami jó és a rossz iránt érzett dolgainkat, és képesek vagyunk egy olyan keretrendszert felépíteni, amin belül képesek vagyunk mi élni, úgyhogy igazából még azok sem mi vagyunk, mert ugye vannak közben olyan gondolataink, amik ezen azért túlmutatnak, és a vágyaink is ezen túlmutatnak, tehát még az sem igaz, úgyhogy valahol az igazság sokkal mélyebben van szerintem, perc. és az nagyon a felszín, amit mi mondunk jónak Aha. és rossznak, az meg még jobban a felszín, ami a társadalmi kép. Tehát valahol én úgy gondolom, hogy igen, minden emberben egyénenként mindenki más kép áll ehhez hozzá. Oké, okay, szóval magyarán, ha jól értelmezem, akkor mindenki eldönti, hogy mi az, ami jó szerinte, és az szerinte. De van egy felsőbbrendű hatalom, ez az, ami a közigazgatás, vagy az állam, aki eldönti, hogy mi a jó és mi a rossz. Figyelj, az emberek többsége megerőszakolja a saját tudatát. Az hát emberek ez azt mondják, hogy hú, hát ez rossz, ezt nem fogom megcsinálni, miközben ezzel megerőszakolja a tudatát, mert konkrétan azt mondja, hogy hát de azért a szadamozó az jó. Azért verni a nőt, mit tudom én, szex közben azért az mégiscsak egy izgató jó dolog, de hogyha már rákérdeznek, akkor te ketté teszed így a kezdés, azt mondja, nem, dehogy is, hát ez elfogadhatatlan, ez beteg, undorító dolog, na ezt nem akartam, csinálj. Erre akartam kitérni, hogyha már itt tartunk, hogy akkor kell, hogy legyen egy abszolút morális kód, ami meghatározza, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami nem helyes. Tehát az ember mégsem döntheti el 100%-ig, hogy mi az, amit ő el fog fogadni, vagy érted? A lényeg, amire ki akarok térni, az, hogy hogyan határozzuk meg, hogy mi az, bocsánat, ami... eldöntheti, itt viszont bejön, bocsánat, eldöntheti, viszont az ember, hogy mondjam, a következményeknek él. Mindennek megvannak a következményei. Tehát, és a következményekhez mérten alakítjuk és építjük fel az értékrendünket, az szerint, hogy mi a jó és mi a rossz. Valaki enged ebből, valaki szigorúan megtartja. Következmény, igen. Uh-huh. Most megakadtunk, de nem. Ennyit akartam hozzátenni, hogy a következmény az egy elég fontos dolog, ami ugye valamilyen szinten az embert így sodorja. Így az és áron, akkor, hogyha van két ember közt különbség, mint mondjuk tegyük fel, valaki azt mondja, hogy a meleg felvonulás az a szeretetnek egy megnyilvánulása, egy másik ember pedig azt mondja, hogy az bűn, az igen. gonosz, az rossz. Akkor hogyan fogunk különbséget tenni a kettő között? Szóval mi az, ami meghatározó, hogy melyik? Mert ugye mindkettő nem lehet. Szóval nem, olyan, tehát, nincs, olyan nincs, hogy elmegyünk moziba, meg nem megyünk el. Valamelyik a kettő közül lesz. Szóval ki az, aki meghatározó? Ezt a kérdést csak úgy teheted föl, hogy valakinek. Tehát most ezt a kérdést kinek teszed, hogy nekem teszed föl ezt a kérdést, hogy én szerintem melyik a jó a meleg felvonulás ellen, vagy mellette hát kiállni, most például vagy, neked. Vagy most nekem, aha. számomra. Igazából a és társadalom számomra... meghatározza az, hogy mi az, ami helyes. Szóval törvény mindig van arra nézvést, hogy eldöntse ezeket a kérdéses szituációt. Persze, hogyha felteszed nekem azt a kérdést, hogy szerintem a meleg felvonulás az egy jó dolog, vagy rossz dolog, nekem az a válaszom, hogy egy felesleges dolog, aminek semmi értelme nincsen. Nem tudom azt mondani, hogy jó-e, vagy rossz, mert egyelőre nagyon ártani nem ártott senkinek, legalábbis az én tapasztalataim alapján, hogyha engem kérdezel, én nem tudom, hogy mivel ártott még egy meleg felvonulás bárkinek is. De ez azért van, mert a... Bocsánat, csak azt kell mondani, ez azért van, mert ugye a jó és a rossz az relatív abban a világban, ahol
teljes. Most nem pejoratív értelemben mondom, hanem hogy ez az egyszerűen csak az igazság, hogy abban a világban, amiben te, ahogyan te megközelíted az életet, abban a jó és a rossz az relatív. Ott mindenki eldönti magának, hogy mi az, ami jó és mi az, ami rossz, de ezáltal a következmény is teljesen relatív lesz, szóval, hogy senkinek nem ártott, az annak megfelelően kategorizálhatjuk, vagy jelenthetjük ki, hogy a jó és a rossz az relatív. Mert ugye mi az, hogy árt? Ugye, érted a kérdést? Szóval... Pontosan erre, de ilyenek az emberek, ezt nem lehet letölteni. Én pontosan ugye, én így gondolkodom az emberiségből, hogy egyénenként vagyunk mások, egyénenként születünk úgy, hogy a legbelső énünk, tehát ami legbelül van, azt mi egy, tehát az emberek többsége soha nem fogja kiadni magából. Nem tudom azt mondani, hogy kollektíve van jó és rossz dolog, hogy van egy ember, aki ezt eldöntheti, hogy ez most tényleg jó vagy rossz, mert nem így működik az emberiség. Nem tudjuk kiadni azt, tehát nem tudunk úgy működni, hogy mindenki a saját értékrendje szerint él, akkor összegabajodnánk. Hát akkor ez a lényeg, én ezt mondom, pontosan erről anarchia lenne. Ez az, amiről beszélek én is, hogy akkor hogyan, mi alapján döntjük el? Mégis valami alapján eldöntjük, érted? A következmények alapján a következmények nem. A következmények azok a dolgok, amik minden egyes emberre ugyanúgy hatnak. Az emberek nem akarnak maguknak rosszat. És hogyha például rosszat csinálnak, ami kollektíve rossz, amit mi megtanulunk, hogy rossz gyilkolni, rossz erőszakolni, rossz ezt csinálni, ami következményekkel jár, akkor a következményektől való félelem az, ami gátol minket abban, hogy ezeket a dolgokat így, hogy mondjam, kiéljük, vagy nem tudom. Tehát, de figyelj, például, ha belegondolsz, csak menjünk, most én nyilván azt az álláspontot képviselem, hogy az írások, vagy a Biblia meghatározza számunkra, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem akarok zsákba macskát árulni, vagy így érted, így bekeríteni, meg stb. Amit én mondok, az, hogy van abszolút jó, és van abszolút rossz, és az, aki létrehozta ezt a rendszert, amiben élünk, az meghatározta számunkra, hogy mi a jó, és mi a rossz. Ez így logikus is, de most félretéve a logikát, az egészben az érdekes, hogy ugye arról van szó, hogy mi az, ami árt, vagy mi az, ami nem árt. Ez megint csak relatív. Például tegyük fel a dohányzás. A dohányzás most akkor csak egy villámkérdés, hogyha igennel nemmel tudsz válaszolni, hogy a dohányzás az jó vagy rossz? Na, most kicsit rosszul hallak. Oké, azt akarom mondani, most nem tudom, hogy meddig hallottad, de azt akartam, most jobb? Dohányzásról valamit. Így van, a dohányzás, igen. Azt akartam megkérdezni, hogy most a dohányzás az jó vagy rossz? Lehetséges erre válaszolni igennel vagy nemmel, villám gyorsan? Nem lehet erre válaszolni. Aha. Nem lehet erre válaszolni, mert ki vagyok, tehát az a baj, hogy nem kell neked eldönteni, neked csak, hogy szerinted, én csak azt kérdezem, hogy szerinted jó-e vagy rossz. Jó, hogy az én álláspontom. Pontosan, hát jó-e vagy rossz. Te vagy. Az én tapasztalat, tehát igen, nyilván az én tapasztalataim alapján, és az én életmódom, és az én környezetemben kialakult vélemények, meg egy csomó minden dolog miatt, így van. Mondanám, a dohányzás az egy rossz dolog. Ez egy rossz dolog. Attól függetlenül, rossz dolog, én is dohányoztam, már nem dohányzom, akkor jó dolognak tartottam, most már azt az ember fejlődik, és... Szóval akkor hogy lehetséges az, hogy egy rossz dolgot megengedünk a társadalomban? Úgy értem, hogy a dohányzás, ez a dohányzás objektíve egy rossz dolog. Most ha így a rossz, most mindenki érti, hogy mi az, amire gondolok, hogy rossz. Nem? Na jó, hogy amire ki akartam, vagy az alkohol például, az alkohol az kimondhatatlan mennyiségű életet tesz tönkre évente. Így elképzelhetetlen mennyiségű embernek meg évtizedek során, meg és mégis mi azt megengedjük. Vagy például, hogy lehetséges az, hogy a társadalom, amiben élünk, az nem csak, hogy elfogadja, hanem gyakorlatilag promotálja azt a fajta életformát, amit egy szabadosságnak hívhatnánk szexuális értelemben. Ahol ezt elkezdhető már korai tinédzser korban. Szóval ezek mind rossz dolgok, ezek mind objektíve, káros dolgok egy emberre nézve.
ennek ellenére mi mégis nem csak, hogy elfogadjuk, hanem ünnepeljük ezeket a dolgokat. Na jó, egyrészt akkor kezdjük az elejétől. Dohányzás. Én dohányoztam, jó dolognak tartottam, nem dohányzom, nem tartom jó dolognak. Azok, akik most dohányoznak, azok jó dolognak tartják, megvan rá az okuk, hogy miért. Körülbelül ugyanannyi okuk van jó dolognak tartani a dohányzást, mint én nem jó dolognak tartani a dohányzást. Ezért mondom, hogy az én szemszögemből én nem értem meg őket, ahogy ők sem értenek meg engem, de mondom, de ez most egy olyan dolog, hogy nincs egy harmadik személy, akihez tudnék fordulni, és azt mondani, hogy amit én csinálok, az a jó, és amit ő csinál, az a rossz, mert nem ez a személy. Tehát az a baj, hogy itt most mint arról beszélünk, hogy számodra ez a személy létezik, számodra ez az objektum, bocs, hogy ilyen csúnyán fogalmazom, de ez létezik, aki ezt neked nem mondja, számomra nem. Na, számomra ez nem létezik, vagy még nem létezik. Én abból tudok kiindulni, hogy az ember saját magának eldönti, saját maga át és az életviteléhez próbálja igazítani azokat a dolgokat, amiket na most az, hogy erkölcstelen vagy erkölcsös dolog, misszionárius pózba onni, ebben nem is akarok így, szóval így ez, ebben nem akarok így értem. Ilyen részletekbe belekalandozni, nem azért mondtam a szexualitást, hogy így elkalandozunk, hanem azt akarom kihozni belőle, hogy végül is akkor nincsen, úgy a filozófiádat próbálom kideríteni, és gondolom, hogy rengeteg ember tud ezzel azonosulni, amit te képviselsz. Most nem rossz értelemben mondom, hanem sok ember így él, nincs ezzel baj. Csak azt akarom mondani, hogy akkor is létezik jó és rossz, nem? Szóval valahogy az életemet kormányoznom kell, és a döntéseimet meg kell hoznom. Szóval valami alapján el kell döntenem, hogy az, amit csinálok, az jó-e vagy rossz. És amúgy, ha tegyük fel, van egy gyereked, mert ahogy gondolom van, vagy valaki megkérdez, itt tanácsot kér tőled, hogy ne haragudj már, szerinted meg kellene ennem egy héten 3 kiló véres hurkát? Szóval akkor valahogy tanácsot kell adnom, nem mondhatom az embernek azt, hogy csináld azt, ami szerinted jó, mindig nem lehet az a tanács. Szóval mi... Értesz? Ugye? Szóval én nem mondhatom csak azt, hogy így a felelősséget leveszem a saját vállamról, és azt mondom neki, hogy figyelj, ami szerinted jó, az jó, ami szerinted rossz, az rossz, szóval azt csinálsz, amit akarsz. Azért jött oda hozzám, hogy valamilyen formában segítsek neki. Úgyhogy azt át kell gondolnom, hogy mi az a tanács, amit adok. És ha azt mondom neki pusztán, hogy hallgass az ösztöneidre, hát azért jött oda hozzám, hogy megkérdezze, szóval akkor az nem működik. Szóval akkor mi alapján fogom eldönteni, hogy az helyes-e vagy sem? Az adott cselekvés. Nagyon, ez, hát figyelj, ez nagyon egyszerű, felméred az embernek az állapotát, nagyjából tudod azt, hogy úgy általánosságban mi az, ami neki, ami rajta segít, attól függ, hogy mi a problémája, min kell segíteni, és az adott eszközeiddel pedig megpróbálsz rajta segíteni. Nem tudom, egyébként erre valami példát mondanál, akkor lehet, hogy így hát jobban. Hát a véres hurkás maradhat végül is, de például lehet ugyanez azzal kapcsolatban, hogy a dohányzás, vagy érted, számos más, de maradjunk akár csak a dohányzásnál, akkor ragadjunk le annál. Az mondja, hogy jó, szerinted abba kéne dohányzás. Elhagynom a dohányzást. Azt nem mondhatom neki, hogy van, aki szerint a dohányzás jó, van, aki szerint rossz, szóval döntsd el, azért jött, hogy segítséget kérjen tőlem. Ha azt mondom, hogy hát figyelj, mit tudom én. Az a probléma, hogy ugye a jó meg a rossz, ez egy annyira tág dolog. Ennek vannak szintjei. Vannak szokások. Van az, hogy valaki rágózik, vagy szopja az ujját, vagy rágja a körmét, vagy dohányzik, vagy mit tudom én. Berúg minden hétvégén. Na például az egy nagyszerű példa. Ez is egy szinte a rossz dolgoknak. De ezek egyéni dolgok. Tehát én úgy gondolom a rossz dolgok, tehát én úgy gondolok a rossz dolgokra, mint társadalom. Ugye az előbb azt mondtam, hogy egyénenként döntjük el azt, egyénenként tudjuk. De amúgy egy nagyszerű példát mondtál, bocsánat, ezzel a hétvégén te berúg dologra. Tudjuk azt konkrétan, hogy számunkra mi jelent a jó és mi a rossz, és ezek milyen szinten vannak, más szinten vannak. Viszont, hogyha kollektíve gondolkodsz, és gondolsz az embertársaidra, azokra is, akiket nem ismersz, akkor már egy teljesen más dimenzió, vagy más perspektívába látod azt, hogy mi a jó és rossz. Az, hogyha valaki dohányzik, vagy valaki elnézést berúg,
Minden hétvégén. Ez egy nagyszerű példa. Ennél is le is ragadhatunk annál. Ez egy tökéletes. Számára, persze, az ő számára ez egy olyan dolog, hogy egyrészt egy rossz dolog. De miért? Ha ezt csinálja, mert van egy mérték, ezt be kell tartani, addig rossz dolog ez. Tehát, de mi az a mérték? Várjál, mert akkor el fogunk kanyar, mert most így menjünk az egyik, beleszövődik a másikba, szóval ragadjunk le ennél, most azt mondtad, hogy vagy van egy mérték, az is jó, szóval akkor mi az a mérték? Jó, a mérték, akkor végül is én nagyon is át tudok menni legyen a gondolatnak, amit akartam. A mérték. A mérték az, hogy tudod-e úgy fogyasztani, tudsz-e úgy élni ezekkel a dolgokkal, hogy ezen magadon kívül másnak ezzel nem ártasz, vagy sem. Ez megint ugye kettő dolog. De akkor, ha otthon vagyok hétvégén, és teljesen részegre iszom magam, hogy magamon kívül vagyok, akkor az jó, a mindaddig, amíg mást, az nem befolyásol. Vagy ha elmegyek hétvégén egy szórakozó helyre, ott totál káros vagyok, és akkor kinek a szemszögéből? Kinek az ő szemszögéből? Nem tudom. Lehet, hogy szüksége van rá, és most jó, ezzel éppen áthidal valamit azzal, hogy most be van rúgva. De van arról volt szó, hogy minden keresztül. Hétvégén ez van. A minden hétvégén ez van? Így nem van. Tudom. Lehet, hogy... Az a probléma, hogy ez ember válogatja, és szituáció válogatja. Ez a lényeg. Erre akarok rámutatni most. Ez az értelmenek az összes kérdésnek, amit feltettem eddig. Hogy nem tudjuk eldönteni, hogy jó vagy rossz, hiszen nincs egy abszolút morális erkölcsi mérce, ami alapján meghatározzuk, hogy mi az, ami jó és rossz. Szóval minden relatív lesz. Eljutunk arra a pont... Nem. De én már legelőbb ezt mondtam. Hát ez a lényeg, hogy csak így nem... Persze, csak a kérdés az, hogy majd mindenki eldönti magának, hogy elgondolkozik azon halván az álláspontokat, hogy így, hogyha ha hallja azt, ahogyan ő él, hogy vajon melyik az, ami szerinte logikusabb, vagy esetleg jobb, vagy rosszabb. Amire én ki akarok térni az, hogy hogyha megkérdezel engem, hogy szerintem helyese, hogy egyáltalán valaha is berúgsz, akkor én egyértelműen azt fogom neked mondani, hogy nem. Nem csak azért, mert ez le van írva számos helyen, hogy nem, hanem számos másokból sem helyes, hogy te elveszed a kapcsolatot a valósággal olyan szinten. Úgyhogy, amit akarok ebből kihozni az, hogy szerintem az élet sokkal egyszerűbb, hogyha van egy abszolút morális kód, amihez vissza tudok menni, és ami alapján én kormányozni tudom a mindennapjaimat, mint hogyha azt mondom, hogy ez mindenkire rá van bízva. Hiszen, és ezzel befejezem, ha azt mondom, hogy mindenkire rá van bízva, akkor a világ úgy fog kinézni, ahogyan ma az kinéz. Mert ott végül is mindenki szabadjára van eresztve, ha jól gondolom, mindenki azt csinálja, ami szerinte helyes. Jó, az én álláspontom pedig az, hogy vannak szintjei ennek. Van az, amikor az egyén saját magáért vállal felelősséget. Az, hogy jót tesz vagy rosszat. Onnantól kezdve ezt egy külső szemlélő számára jó vagy rossz, ezt már nem lehet eldönteni. Az, hogyha valaki berúg például, és másnak ezzel nem árt, most ez jó vagy rossz, nem tudom. Az, hogy az egyén berúg, ezzel például áthidal valamit, és egy személyiségfejlődésen megy keresztül, 30 évesen pedig már visszafogja, azt fogja mondani, hogy hát ez tényleg egy totális csőd volt, és bebajja, hogy ez egy rossz dolog, és ebből tanul, és többet nem fogja ezt megcsinálni, tehát tanul a saját hibájából, akkor végül is onnantól kezdve, lehet, hogy az élet megtanította ez valamire arra, hogy ne rúgjál be. Tehát és akkor innentől kezdve az egy jó dolog volt, itt, vagy rossz, nem tudom. Olyan lehetséges, hogy valaki visszagondol, és azt mondja, hogy milyen jó, hogy 15 éven keresztül minden hétvégén totál káros voltam? De most nem kell ideig elmenni, elég csak addig elmenni, hogy valaki füvezik fél éven keresztül. Ó, hát akkor menjünk, akkor csináljuk azt, nekem az is jó. Akkor van olyan, hogy... Ahogy visszagondolok, és azt mondom, hogy milyen, mert érted, valamire megtanít, de hát mi az, amire megtanít? Sőt, mondok egy másikat, akkor azt mondod, hogy úgy viselkedjünk a másikkal, ahogy magunkkal, szóval úgy szeressük, feltételezem, ezt akarod mondani.
akkor Nem nem. ezt mondtam. Ha nem. Én nem ezt mondom, így működik a társadalom. Ezáltal alakítjuk ki alapvetően azt, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy másnak nem csináljuk azt, amit magunknak sem szeretnénk. Ez az alapvető dolog, hogy másnak... Hát akkor hé, akkor De mit nem gondolsz álltunk te, úgy, ahogy... hogyha ez nem a te álláspontod, én arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit te gondolsz erről a dologról. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy nem tartozom én akkor a másik emberért felelősséggel, és azt mondom neki, hogy figyelj, szerintem az helytelen, hogy te fél éven keresztül most szívni fogsz, hogy aztán majd valamit ebből leszűrj. Szóval nem az tartozok egészért. valamilyen, azt nem mondhatom neki, hogy hát figyelj, talán kijön majd valami jó abból, hogyha ebbe a ezt a kocsmát látogatod most az elkövetkezendő fél évben minden hétvégén, de mi van, ha nem? De talán kijön valami jó. Szóval nem tartozom én felelősséggel, és azt mondom, hogy figyelj, szerintem ez helytelen, amit csinálsz. A lelkiismereted, a morális a érzeted, az, hogy te mennyire válasz felelősséget saját embertársad iránt, igen, így van, én is így gondolkodom, szerintem minden normális embernek valahol így kell gondolkodnia, teljesen mindegy, hogy vallásos vagy nem, viszont amit én hiszek, hogy minden embernek megvan a sztoria. Vannak mélypontok, és abból a mélypontból valamilyen szinten ki is törnek jobb esetben. A mélypontból általában tanulnak az emberek, nagyon sok esetben azért vannak mélypontok, hogy utána sokkal magasabbra kerüljön az ember, mintha mélypont nélkül bármikor is kerülhetett volna. Tehát igen, vannak rossz dolgok az életben, amik azért történnek meg, hogy egy sokkal magasabb szintre jussál utána. És ezek létező jelenségek, ezért nagyon nehéz definiálni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Vannak egyértelműen rossz dolgok, szerintem. Szerintem például, hogyha oktalanul oda megyünk és megverünk egy embert, aki lehet, hogy egy családapa és éppen hazamegy a gyerekéhez, teljesen indokolatlanul, az, hogyha valakit belökünk a metró elé, az szerintem rossz, hogy Ó, miért rossz. Akkor Azért, maradjunk már itt. Miért? Miért hogy ez rossz? miért rossz? Aha. Azért, elmondom, azért rossz számomra, egy ilyen cselekedet azért nem tenném soha meg, mert van bennem egy olyan érzés, amit nem tudok megmagyarázni. Na most akkor itt egy kicsit álljunk meg, és akkor itt szerintem rá is tudunk arra térni, hogy én valószínűleg tehát milyen szinten vagyok benne ebbe az egész, hát nem is vallási dologba, de ebbe a kicsit ilyen transzcendentális akármi, bármiben. Tehát vannak olyan érzések bennem, amiket nyilvánvalóan nem tudok megmagyarázni. Innentől kezdve a tudományos magyarázatok sem érdekelnek, mert tudom, hogy azok ezen a téren, ezen a síkon nem hasznosíthatóak, mert nem így vannak, mert az én tapasztalásaim által egyszerűen nem definiálhatóak azzal, amivel a tudomány magyarázza ezt. Nem. Érzek valamit önmagamban, érzem azt, hogy ez nem jó, nem fogom megcsinálni, visszatartom magam, nem teszem meg azokat a lépéseket, aminek a végén eljutok odáig, hogy én ezeket megtegyem De azért, miért mert nem? bennem van. Most mondom el, azért, mert van egy gát. Van egy olyan dolog bennem, amiért én úgy érzem, hogy nem, hogy nem teszem meg, hanem segítek, hogy ez meg se történjen, sőt fel se merüljön abban az emberben, hogy esetleg ez megtörténjen vele. És én szerintem ez egy Ezt nem tudom megmagyarázni, és ez az a dolog, amit csak akkor fogok megtudni, hogyha az az út, amin elkezdtem járni, akkor meg fogom ismerni a végén, vagy nem fogom megismerni. Ezekért próbálom összeszedni azokat a tudásokat, tehát ezért nem nevezem magamat teljesen úgymond ateistának, mert ezekre nem tudok választ adni. Nem tudom azt mondani neked, nem tudom senkinek se azt mondani, hogy nem tudom elmagyarázni, hogy miért nem teszem meg. Uh-huh. Nem teszem meg, mert egyszerűen van bennem egy olyan érzés, van bennem empátia. Jó, és csak ilyen szavakat tudok használni, szóval, más nem tudok. Magyarán szóval van egy alap morális kód az emberben. Ez az, amiről szó van. Szóval bennünk van valami, ami megmutatja, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami Igen. nem. Mert végül is... Vagy bennünk, vagy rajtunk kívül, vagy mi vagyunk, vagy mi egészen vagyunk De ilyenek. Nem például... tudom. Azt akarom mondani, hogy igazából... És bocsánat, hogy belevág, és aki nem mm-hmm. ilyen, Igen? azt nevezem én rossz embernek. Szóval... És ezt ilyen egyszerűen de le is De hát tudom. Ha egyszerű azt mondja, mint amit én fogok most mondani, hogy miért probléma megölni valakit akkor? Vagy mi az, amivel meg tudod... Okay, akkor inkább úgy kezdem, hogy én szerintem a gyilkosság nyilván az bűn,
Úgy értem, hogy én nem buzdítok senkit arra. Én szerintem ez egy elítélendő dolog. Nem? És most nem csak azért, mert le van írva ebben a könyvben, hogy ne ölj, hanem mert bennem van ez a dolog. De azt akarom mondani, hogy ha tegyük fel, nincs leírva itt, mint ahogy le van, akkor kit érdekel, hogy te megölsz valakit? Miért ne ölhetnél meg valakit? Mi az, amivel meg tudod magyarázni, hogy az rossz? Hogy én megölök most valakit. Most az a baj, hogy megint azt kéred rajtam számon, amit az előbb nem tudtam elmagyarázni, de te akkor megpróbálom megint, jó, hogy miért nem. Tehát egyrészt elmondtam. Az, hogy megvan bennem az a, ami emberré tesz, azok az alapvető törvények, és ezek a törvények léteznek, ezek kőbevésett tények számomra, ezek olyan alapvető dolgok, amiket egy normál, tehát ez tényleg ez emberek többsége nem tudja megmagyarázni, hogy miért van, egyszerűen csak ráfogja arra, hogy ezt nem csináljuk, mert nem helyes. Például melyek ez? Vagy nem lökünk be egy embert a metró? A metró alá nem lökünk be egy embert, például. Jó. Tehát erre egy sima ember, egy olyan ember, aki annyira nem foglalkozik, mert ilyet nem csinálok, mert nem. Most azért nem csinálja az ember, mert ennek megvannak a következményei, azért nem csinálja, mert ilyet nem csinálunk. Hát alapvetően ilyet nem csinálunk. Na most egyrészt ugye nyilván az ember a következményektől is fél, mondjuk az már a rosszabbik eset, mert akkor már megtenni szerintem, de most az én értékrendem szerint ez rossz. És nem fogok neked, és már most elmondom előre, nem fogok neked tudni erre választ adni, hogy nem fog kielégítő választ neked adni arra, hogy ez miért nem jó számomra. Egyszerűen van bennem egy olyan érzés, amilyen érzés nekem meg kell fejtenem ahhoz, hogy én ezt ki tudjam egyáltalán fejezni emberi nyelven. Lehet, hogy nincs is meg az a szókészletem, nincsenek meg azok a szavak hozzá, hogy ezeket így ki tudjam neked fejezni. Egyszerűen egy olyan érzés, hogy vagyok a tengerparton, látom, ahogy jön föl a nap, és akkor ilyenkor elönt engem egy boldogság, egy olyan érzés, hogy de szép, meg minden, meg húrá, vagy ott vagyok valahol egy nyomor közepén, ahol látom az éhező gyerekeket, ahogy a síró anya fogja az ölébe a gyerekét, aki nem sokára meg fog halni éhen, akkor viszont rossz érzés. Tehát érted a kettő között a különbséget? Akkor rosszul érzem magam, akkor meg jól érzem magam. Hogy erre mi a válaszom? Tehát ez az adás most sajnos ebből nem fog ezt kiderülni. Na, probléma. Valamiért. Akkor rajta vagyok, hogy ezt megtudjam. Még nem tudom. De ez nem is probléma. Azt akarom mondani, hogy szóval azt mondod ugye, hogy egyszer, akkor végül is eljutottunk csak oda megint, hogy ugye amit érzel, az alapján valami jó és valami rossz, hiszen ha ugye látod az anyát, a gyereke rossz érzés fog el a naplemente, meg jó érzés fog el. Szóval az érzés az, ami meghatároz, hogy valami jó-e, helyes-e, vagy pedig nem. És én nem azt mondom, hogy ez feltétlenül rossz, én csak azt mondom, hogy lehet, hogy, vagyis nem lehet, hanem, hogy nem mehetünk, és nem akarom, mert lehet, hogy félreértem, szóval lehet, hogy nem úgy van, ahogy mondom, de vagy ezt alátámasztod akkor, hogy az érzés belül mondja meg, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz? Érző lény vagyok, az érzékszerveim által tapasztalom a külvilágot, meg önmagamat belülről, próbálom valamilyen szinten feltérképezni önmagam, igen, azt mondom, hogy a saját érzéseim. Minden esetben. Azok, amik engem irányítanak. Igen, engem minden esetben még. Tehát egyelőre, igen. Akkor most nem akarok így a magánéletedbe vájkálni, de tegyük fel, hogy egy házas ember vagy. És tegyük fel. Jó. És ugye ez egy jó érzés lenne egy másik nővel lenni. De az vajon attól még helyes lesz-e, vagy sem? Vagy milyen tanácsot adnál valakinek, hogy az szerinted, ha megkérdezem, hogy figyelj, ez van a fejemben, mi az, amit tanácsolnál nekem, hogy menjek előre és csináljam azt, ami a fejemben van, vagy esetleg álljak el tőle, mert az nem helyes. És vajon miért?
És most nem, még egy dolgot hozzasz. Én nem ennél az... sokkal fölcsőzőgatabb vagyok, de Oké. mondjad. Azt akarom kihozni, hogy nem egy ilyen inkvizíciót akarok, csak próbálom kiprovokálni a dolgokat. Érted? Szóval én most csak egyszerűen felteszek kérdéseket, hogy a Persze, beszélgetés nyugodtan. haladjon. Szóval nem azt akarom bemutatni, hogy most te nem érted a dolgokat, vagy te rosszul látod, én meg jól. Ez abszolút nem ezt akarom. Én csak azt szeretném megtudni, hogy mi az a filozófia, amit követsz, azt próbáljuk meg jobban megérteni, hogy mi az, ami vezérli az életedet, és azt akarom, hogy aki azonosul azzal, vagy ezzel, az így külső szemlélőként látja, meg hallja ezt, és akkor, és még csak nem is azt akarom mondani, hogy és akkor majd látja, hogy az rossz, hanem csak azt akarom mondani, hogy más egy ott abban a székben ülni, amikor a kérdés érkezik, és el kell gondolkodni rajta, meg amikor meghallja az ember, akkor szerintem ez tanulságos lesz a végén, érted? Szóval nem azt akarom, hogy úgy állítani be téged, hogy most te nem érted, vagy te ostoba vagy, vagy én most kihozom Figyelj, belőled, hogy... ez Oké, okay, szóval... számomra egyáltalán nem jelent kényelmetlenséget. Ja, Tehát nem is azért, csak nyugodtan. azt akarom mondani, hogy mindenki számára, aki hallgatja, hogy nem az a cél, hogy most én bebizonyítsam, hogy te rosszul tudod. Érted? Csak én próbálom... Szerintem az eddigi Jó. beszélgetés egyáltalán nem volt ilyen ízű. De most azt akarom, akkor a kérdésre visszatérve, hogy ha én megkérdezem, vagy odaállok ezzel a problémával, akkor mi az a válasz, ami erre érkezne? Szóval tegyem, ne tegyem, helyes, nem helyes, miért nem? Jó, tehát konkrétan ilyen helyzet Így van, által ez a kérdésem feléd. Van egy házasság, és valamilyen szinten ez egy oldalú ez a házasság, mert a másik fél kicsit másra vagy többre vágyik. Azt nem tudom, mondod, hogy egy oldalú vagy sem, csak felmerül az emberben egy ilyen gondolat, érted? Szóval még csak az sem kell hozzá, hogy elhidegüljön, vagy bármi. Csak egyszerűen ez megfordul a fejébe annak az embernek. Mi az, amit mondanál, hogy mit csinálja? És miért? Az a baj, hogy ez nekem nem feltétlenül konkrét. Tehát most mi, hogy van egy házas pár, és Jó, akkor az akkor egyiknek a mondom fejében... konkrétan, én házas ember vagyok, van a munkahelyen egy nagyon csinos nő, és rengeteget Igen. beszélgetünk, szóval közelebb kerülünk egymáshoz, és én Igen. így bizonyos érzelmeim is vannak e felé a nő felé, és már találkoztunk is néhányszor, elmegyünk ide-oda vacsorázgatni, és egyre jobb ez a kapcsolat, meg úgy érzem, hogy vele jobban megértem magam, mint a feleségemmel. Mi az, amit te tanácsolsz, hogy menjek ezzel tovább, vagy menjek vissza, vagy csináljam a kettőt párhuzamosan? Mit gondolsz te erről az egészről? Én azt gondolom erről az egészről, hogy kétfajta ember létezik. Kétfajta ember. Az egyik azt mondja, hogy én úgy szeretném leélni az életemet, hogy hűséges vagyok. Maga a hűség érzete. Maga az, hogy valaki hűséges, és kiállok egy ember mellett. Értem. Még akkor is, hogyha szembe jön velem egy olyan, aki jobban tetszik, mint ő, ebben az esetben azt tanácsolom neki, hogy felejtse el. Nyilvánvalóan sokkal jobban fogja leélni az életét, mert büszke lesz magára, és hosszú távon azt fogja mondani, hogy igen, léteznek olyan emberek, akiket büszkeséggel tölt el az, hogyha visszautasít egy olyan alkalmat, ami lehet, hogy valamilyen szinten az ő tehát jobban vonzódik hozzá. Van a másik ember, akinek viszont hosszú távon ez csak rosszat tesz. Tehát hogyha már elgondolkodik egy ilyen dolgon, akkor onnantól kezdve a kapcsolat a halálra van ítélve. Na most erre kell rájönni alapvetően, hogy ő melyik típus. Ha ő az a típus, aki szeret kiállni a kapcsolata mellett, szeret hűséges lenni, és aki szereti büszkén vállalni azt, hogy ő hűséges, akkor nyilvánvalóan még jobban meg kell erősíteni ebben az egészben. Ha valakin meg azt látni, hogy abszolút nincs meg benne, akkor hosszú távon úgyis el fog romlani a kapcsolata, és hát akkor azt kell mondani, hogy nem tudom, tehát akkor keres olyat, akivel el tudod érni azt a szintet, amit a másik már elért azzal, hogy ugye büszke arra, hogy hűséges. Valami ilyesmit gondolok erről. Jól értem, hogy akkor végül is nem tudsz nagyon segíteni annak az embernek, mivel ez megint csak relatív ahhoz az emberhez. Szóval úgy értem, hogy nincsen egy abszolút tanács, amit mondanál, hogy most persze nyilván te ismered az én álláspontomat, szóval nem azt akarom belőled kihozni, hanem azt akarom mondani, hogy ha jól értem,
akkor hozzászerkesztjük a választ az egyénhez. Nem. Hát, de azt mondtad, hogy van kétfajta ember, az egyik az, aki büszke a hűségre, akkor aki büszke a hűségre, az maradjon, meg ellenáll, aki meg nem olyan, az meg úgy is szét fog esni, de én azt mondom, hogy mi lenne a tanács, mi lenne az, amit mondanál, hogy figyelj, ez ezért, vagy ezért ezt csináld, vagy azt csináld. Magyarán szólva, ha nem ismersz engem, akkor nem is tudnál tanácsot adni. Mert nem tudod, hogy én hűséges típus vagyok, aki büszke arra, hogy hűséges, vagy pedig én nem vagyok hűséges, azt úgy is tönkre menne az a kapcsolat. De alapvetően akkor itt a kérdésedet nem értem. Tehát nyilvánvalóan én nem látok bele másnak a fejébe. Tehát, de egy tanácsot csak azt, tudsz adni. Úgy értem, ha valaki oda megy hozzád, hogy tanácsot kérjen tőle, akkor nem mondod azt mindig, hogy ne haragudj, de nem tudok tanácsot adni, mert nem látok bele a fejedbe. Szóval volt már olyan nem. eset akkor az életben, amikor nem. tanácsot adni? Tanácsom... Nem. A tanácsomnak is megalapozottnak kell lennie. Nem tudom csak így szórni a tanácsokat a semmiből. Nekem ismernem kell ahhoz a párkapcsolatukat, nekem ahhoz mind a két felet meg kell hallgatnom. Egyrészt én ilyen dolgokba nem adnék tanácsot, mert ahhoz nekem sokkal jobban ismernem kéne mind a Értem. Két felet. Ez egy nagyon bonyolult dolog, ahány kapcsolat, annyiféle szóval probléma van. Szóval lehetséges olyan kapcsolatot elképzelni, amikor azt mondanád, hogy persze, menjél és találkozgass azzal a másik nővel, no problemo. És lehetséges, nem. hogy lenne egy olyan ember, akinek azt mondaná, hogy nem, menj vissza a feleségedhez, mert neked ott a helyed. Nem mondanék ilyet, hogy menjen és találkozgasson másik nővel, nem. azért, mert az... nem mondanék okay. ilyet, mert egyszerűen ez számomra nem fér bele. Ó, akkor csak kibújt a szögaságból, szóval ez a lényeg, szóval számod, ilyet akkor nem mondaná, hogy menjen és találkozgasson azzal a nővel. Mert számodra ez nem fér bele? Nem. Tisztázza okay. le, utána találkozom vele. És ennyi. Akkor azt mondanád neki, hogy ne haragudj, de neked nem tudok tanácsot adni, annak ellenére, hogy ő mondjuk az a fajta ember lenne, aki nem hűséges, szóval hagyd menjen, hagyd csinálja, mindegy neki, de akkor is azt mondanád, hogy ne csinálja. Itt most még nem. Hát arról van szó, hogy azt mondanám valószínűleg, hogyha ez egy olyan kapcsolat lenne, ami már halálra van ítélve azért, mert az egyik fél folyamatosan félrekacsingat, akkor azt mondanám, hogy ezt tisztázza a párjával, és utána már nem kell félrekacsingatni. Maga a félrekacsingatás, esetleg a megcsalás, az számomra elfogadhatatlan. Ennyi. És miért? Azt van valami magyarázat arra, hogy... Mert akkor én elmondom az én álláspontomat, azért, bár ez már a képernyőn látszik. Azért. Azt akarom mondani, hogy valamilyen szinten... leegyszerűsödött az én életem, mert én egyszerűen csak visszatérek az írásokhoz, és akkor azt mondom, hogy ugye ez a kezdetektől fogva, egészen az utolsó oldalig, a házasságtörés az minden egyes esetben a legsúlyosabb bűnök közé tartozik. Most az okát, az boncolgathatjuk, de a lényeg az, hogy a házasságtörés az egy no-no. Akár hűséges az ember, akár nem, vagy akár milyen a kapcsolat, vagy kihűlt, vagy sem. Szóval én egyszerűen csak oda megyek, és azt mondom, hogy figyelj, a 10 parancsolat része az, hogy a házasságot ne törd meg. A házasságtörés az egy halálos bűn, az egyike a keveseknek. De még az új szövetségben is megerősíti a Mashiach, hogy még csak el sem válhat az ember. Szóval én csak azt akartam hozzátenni, hogy de most én kíváncsi vagyok a te gondolatmenetedre, csak azt akarom megjegyezni, hogy valamennyivel egyszerűbb ez a helyzet valószínűleg, amennyiben én vagyok, mert én mindig vissza tudok ehhez menni. És nekem nem kell mérlegelni azt, hogy az ember milyen maga, de hogy most ez jó vagy nem, azt nem tudom. A részegségre visszatérve még világosan annyit, hogy a részegség az egy probléma. Minden egyes alkalom, amikor az ember elveszti a kontrollt maga fölött, akkor átadja azt valami másnak. Úgyhogy az is egy probléma. De mivel most nem az én dolgom a lényeg, ezért azt akarom megtudni, hogy vajon miért rossz szerinted a házasságtörés? Mi a magyarázatod? Tehát honnan jön az, hogy az szerinted nem helyes? Jó, nem, tehát egyrészt, figyelj, engem nem zavar, hogyha te szólsz a sajátjaidhoz. Mert így nyilvánvalóan azért így gondolom olvasgatod, meg mutatgatod itt a persze. képeket, tehát engem ez abszolút nem zavar, nyugodtan szóljál a sajátjaidhoz. Nem is rossz indulattal teszem, szóval nem azért nem, mondom. Engem abszolút nem, viszont
kicsit vissza kell menni. Tehát én ezt még teljesen máshogy gondolom. Én alapvetően még csak házasodni sem kell ehhez. Értem. Itt most csak egy egyszerű párkapcsolatról beszélünk, jó? Tehát jó. Én a házasság intézményében annyira nem hiszek, hogy nekem ez egy ilyen, hogy mondjam, ez egy ilyen felszínes dolog. Ez megint csak egy olyan, ez egy hozzám kapcsolódó dolog, kész, ennyi. Jó, akkor most újra bele kell kérdeznem. Azt akarom megkérdezni, hogy miért gondolod ezt, hogy a házasság, mert egyetértünk ebben, csak azt akarom megtudni, hogy majd elmondom, ha nem felejtem el, hogy szerintem miért, de mi az oka annak, hogy te ezt gondolod? Hogy az egy felszínes dolog? Vagy hogy értéktelen, vagy nem fontos? Azért, mert kimondtad, értéktelen. Ennyi. Értem. Okay, akkor megyek tovább. Akkor mi az oka annak, hogy értéktelen? Mert én, ha mondom, hogyha nem felejtjük el, meg érdekel, én elmondom az én álláspontomat, de kíváncsi vagyok a tiédre, hogy miért látod azt, hogy értéktelen, vagy nem fontos. Hogy mi az oka annak? Jó, én nem mondom azt, hogy nem fontos, azt sem mondom, hogy nem, hát, hogy nincsen érték egy házasságban. Úgy gondolom, hogy ha van egy ember, aki megtalálja a párját, ugyanott tart. Tehát, hogyha megtalálom életem szerelmét, és én azon le akarom élni az életemet, akkor le fogom élni vele akkor is, hogyha hozzámegyek több millió forintért, meg mit tudom, én jegyzem, meg akkor is le fogom vele élni az életemet, hogyha ez az egész procedúrát nem fogom gyakorlatilag csinálni. Tehát nekem ezért mondom, hogy ez ilyen felszínes dolog számomra sokat nem jelent, főleg egy akkor. Tehát nekem ezek ilyen tapasztalatok, amikor azt mondom, a második, harmadik férjemmel ez volt, meg a negyedik, ötödik feleségemhez megyek hozzá. Tehát ebben a világban nekem ez, hogy házasság olyan sok mindent nem tesz hozzá az életemhez. Az egész procedúra. Ez ennyi. Értem, tehát. Értem. Egyetértünk. Én azt gondolom, hogy végülis ugyanazt gondoljuk erről az egészről. Majd mindjárt utána megkérdezem, hogy mi a házasság tulajdonképpen szerinted. De a lényeg az, hogy amit én gondolok erről az egész házasságról, a probléma pontosan az, amit szerintem te végül is elmondtál. De ha nem, akkor szerintem a helyzet az, hogy úgy alakult a társadalmunk, hogy eltűnt a házasság mögül az érték, az a szilárdság, és az az elkötelezettség, ami megkülönbözteti a házasságot egy hétköznapi párkapcsolattól. Elfelejtették az emberek azt, hogy a házasság az egy férfi és egy nő kapcsolata, elkötelezett kapcsolata, jóban, rosszban, egy életen át. És ez megszűnt, ez valahogy eltűnt a házasság mögül. És pontosan azért, amit mondtál, hogy ötödik feleségem, meg a harmadik férjem, hogy így gondolnak az emberek a házasságra. És nem úgy, hogy ez a kapcsolat szó szerint jóban, rosszban egy életen át tart. Szóval nem tudok belőle kimászni csak azért, mert valami nehézség merült fel, vagy én találok egy jobbat, vagy úgy érzem, hogy ez túl nehéz, hanem meg kell oldanom a problémákat, mert ezzel az emberrel egy életen át össze vagyok idézőjelbe téve ragadva. Szóval ez az, ami okozza azt, hogy a házasság elvesztette az értékét. Hogy eltűnt az, hogy ez egy felbonthatatlan kapcsolat a két fél között. Túlságosan hozzászoktunk ahhoz, beleértve magamat is a világi életembe, hogy megyek innen, oda, onnan, ide, aztán majd lesz valami. És szerintem ez okozza a problémát. Úgyhogy egyetértek veled, de a házasság, az eredeti házasság, az, ami igazán a teremtő szerint való, az egy egészen elképesztő intézmény, és az a társadalomnak az alapja, úgyhogy szerintem, hogyha mindenki belegondol, nem véletlen az, hogy a házasság hanyatlásával az egész társadalmunk eljutott erre a primitív szintre, ahol most vagyunk. Na, akkor figyelj, végül is én úgy gondolom, hogy szerintem ebben nem kell sokat belegondolni. Tehát álláspontod az, hogy ez a házasság sztori ez valamikor működött, még régen, most már abszolút nem működik, én is így gondolom. Lehet, hogy régen működött, azt látom most, hogy egyáltalán nem működik. Ezért ez a kérdésedre válaszom, hogy mennyire fontos ez számomra.
Nem vetted, abszolút nem. De valahogy mégis azt mondanád, hogy ne csalja meg a feleségét. Nem jól értelmeztem? Hogy valahogy a tanács mégis azt lenne, mert szerinted az egy elítélendő dolog. Attól függetlenül, hogy, vagy bocsánat, akkor azt nem mondtad, hogy elítélendő. Attól függetlenül, hogy a házasságot nem tartod sokra, mégis valahogy úgy gondolod, hogy ez nem helyes. Vagy azt tanácsolnád, hogy ez nem egy. Jól értelmezem? Figyelj, ha nekem tanácsot kell adnom, és mivel hát most kénytelen vagy. Az volt számomra a kérdésed, hogy én milyen tanácsot adnék, mivel nyilvánvalóan már kibeszéltük azt, hogy nem tudjuk, hogy hát ő most melyik fajta ember, így most van. A hűséges fajta, vagy nem. Más tanácsot nem tudok adni azon kívül, mint hogy hát kevesebbet ártson az egész szituációnak, akkor inkább a méltóságát adja meg az egésznek azzal, hogy legalább nem megcsalja, hanem akkor tisztázza a párjával, és akkor utána már nem megcsalás lesz, hanem akkor ennyi. Tehát ez, értem. Ez ne számomra, ez ennyire bot egyszerű. Szóval akkor van egyfajta érzés belül, hogy az mégis úgy lenne a helyes, hogyha nem csalná meg, és ez valamiféle racionális ok, ha jól értelmezem, pusztán, hogy ne ártson annak a kapcsolatnak. Persze, hát meg ahogy mondom, hát a méltóság, az azért maradjon meg. Tehát, hogyha már ott tartunk, hogy máshova akarunk, tehát akkor nem, tehát meg lehet ezt oldani így is, meg úgy is, akkor már én azt tanácsolnám, hogy akkor legyen tiszta lappal, az kész. Figyelj, eljuthatnánk akkor most már arra, hogy én mit gondolok akkor végül is erről az egész melyikről? Világról, hogyha már, hát úgy az egész létről. Ó, oké, na, hát akkor figyelj, akkor mondd el dióhéjban, hogy mit gondolsz az élet értelméről. Na, idáig még soha nem jutottunk el. Nem. Na hát, én azt gondolom róla, hogy én nem gondolkodom sokat róla, egyrészt másrészt. Az úrva. Igen, egyrészt. Másrészt én nem hiszek dolgokban. Ez nagyon ez ennyire egyszerű. Nem tudok hinni dolgon, én reménykedek dolgokban. Szeretnék hívni, I want to believe. Ugye ez a szaktársos duma, tehát én inkább szeretnék hinni, mint hogy hiszek. Tehát ezt gondolom a hitnek, gondolom az első lépcsőfoka, fogalmam sincs. Lehet, hogy a nulladik, lehet, hogy a mínusz harmadik. Szeretnék, nem szeretnék hinni folytatásban. Nem szeretnék hinni abban, hogy ez az egész folytatódik bárhol. Akár egy mennyben, akár egy pokolban, akárhol, akár purgatórium, bármi. Nem akarom, hogy folytatódjon. Én úgy gondolom, hogy szeretném ezt az egészet nem folytatni máshol, hanem újra kezdeni. Én ebben hiszek, és ebben reménykedem, hogy valahogy ez lesz. Nem feltétlenül reinkarnációról beszélek, mert igazából... Azt mondod, hogy nem szeretnéd, ha folytatódna? Nem szeretném azt, hogyha ezután következne bármi más, ami következetesen jön ezután. Én azt szeretném, hogyha az egész egy újrakezdés lenne, egy restart. Egy olyan dolog, akkor végül is csak valami jönne játékot, utána. Nem, bocsánat, végviszünk egy játékot, egy PC-s játékot, és utána feldobja neked, hogy mély menü, vagy restart. És én azt mondom, hogy akkor legyen a restart. Semmiféleképpen nem akarok utána még egy második, meg egy harmadik, és meg egy negyedik. Emlékeznél arra, ami most volt? Nem akarok emlékezni. Hát akkor teljesen mindegy. Akkor érted, amit mondok, hogyha nem emlékszel rá, akkor az egy új valami. Akkor megszűnik ez, akkor vége van ennek. Akkor lekapcsolják a villanyt, az kész. De nem ebből következik. Teljesen más. Nem ebből következik. Nem ebből a létemből következik a következő létsíkon lévő bármi. Tehát ha nem emlékszel rá, akkor nincs is olyan, hogy következő, hiszen akkor nem emlékszel rá, hogy már volt egy, érted? Akkor az egy új kezdet lenne. Így van. Aha. Nekem nagyjából, én valahol itt tartok, hogyha nekem nagyon el kéne mondanom azt, hogy mit szeretnék az élettől, akkor nagyjából azt. De egyrészt én úgy gondolom, hogy én szerintem itt, és jó, lehet, hogy ez most összeesküvés elmélet, nem. Hát figyelj, akkor a megfelelő helyen. Mostanában én is szülök magamból ilyeneket, egyre jobban azt látom, hogy ilyen 30-40 évig nem fog ez az emberiség sztori működni. Én ezt most így, én nem szoktam egyébként, én nagyon hosszú távra terveztem, de egyre pessimistább vagyok ezzel kapcsolatban. Úgyhogy igazából én
és még utána se nézek így a dolgoknak, tehát én nem olvasok, mit tudom én, ilyen jelenések könyve, meg ilyeneket, tehát ilyen szó sincsen. Egyszerűen csak mondom, én a tapasztalataim és a érzékszerveim alapján egyszerűen úgy érzem, hogy ennek az egész emberiség sztorinak maximum 20-30 éve, és akkor szia, ennyi volt. És... lehet, hogy még annyi se, és úgy gondolom, hogy azt a kis időt, amit még itt élek, szeretném úgy élni, hogy abban a reményben, hogy ez az egész nem folytatódni fog valahol egyszer csak, és akkor ebből következik nekem egy másik, hanem egyszerűen csak az én tudatomon kívül csak újra kezdem. És ennyi, az, magyarul lekapcsolják a végén a villanyt, jól értelmezem? Szóval lekapcsolják a villanyt, azt ennek vége van. Nem kapcsolják le a villanyt, egyszerűen nem veszem észre, hogy bármi is történne. Nem hiszem, tehát nagyon fura, mert... ez a reinkarnáció sem... most, amit mondasz? Vagyis, hogy az áll közel. Szóval jól értem, hogy akkor úgy lenne ez, hogy meghalsz, mert ugye meghal az ember, szóval mindenki meghal. Bocsánat, elmagyarázom, a reinkarnáció az, hogy újjászületsz. Ennyi. Újjászületni. Te nem emlékszem arra, ami volt, vagy emlékszem? Valaki azt mondja, hogy emlékszik rá, valaki azt mondja, de nem mindegy, mert azért ez egy elég fontos dolog, mert ha emlékszel rá, hogy mi az, ami történt, akkor végül is folytatódik ez a dolog. Nem akarok emlékezni, hiszen akkor folytatom. Hát pont ez a lényeg, mondom, ezt mondom. Na, de nem akarok, de ezt már mondtam, hogy nem akarom. De ha meg újra kezded, akkor az meg olyan, hogy csak kezdek, érted? Az... nehéz megfogalmazni. Hát hogy nehéz megfogalmazni. Hát ez a lényeg, azért, hogy nincs is tulajdonképpen így vagy úgy, de ha én logikusabban, vagy ha megpróbálom átmondani, 3 percet, akkor elmondom. Én csak azt akarom, jó, adok, csak akkor adja nekem 2. Szóval azt akarom mondani, hogy így, ha belegondolok racionálisan a reinkarnációba, igazából szerintem sose volt értelme annak, legalábbis számomra, így maga a koncepciónak, én sose tudtam megérteni, hogy akkor, hogyha újra kezdem az egészet, akkor, ha nem emlékszem rá, akkor végül is az nem is én vagyok. Magyarán, hiszen nem emlékszem rá, úgyhogy gyakorlatilag a nulláról kezdem. Ha meg emlékszek rá, akkor hogy lehet úgy megszületni, hogy egy kisgyerek megszületik, azt emlékszik arra, hogy mi volt. Így igazából az egész valahogy nincs. Minek jó, kezdem értelek. Újra, hogy ugyanazokat a hibákat elkövessem, mint amiket most eddig? Értelek, nem erre gondoltam. Köze nincs hozzá. Uh-huh. Nem reinkarnációra gondoltam, semmi... keleti vallásokból látod, semmi ilyesmiről nincsen szó. Valamilyen szinten érinti ezt az ideológiát, nem erről van szó. Arról van szó, hogy ami most van, azt nem kívánom folytatni sem egy mennyben, sem egy pokolban, sem máshol nem kívánom folytatni. Az, hogy igazából visszatérek az elejére, úgy, hogy erre nem fog emlékezni, az, hogy lekapcsolják a villanyt, arra sem fog emlékezni, hisz az is egy olyan esemény, amit nem akarok. Nem akarom, hogy lekapcsoljanak semmilyen villany. Egyszerűen nem akarom, hogy folytatódjon ez, ami van. Viszont ez mellett még mehet párhuzamosan valami, ahova meg átugorhatok úgy, hogy nem tudok arról, ami most van. Nem tudom, mennyire érthető. Szóval nem emlékszel rá, és elkezdesz egy újat, magyarán erről van szó. Vagy újat, vagy belecsöppennek valamiből a közepébe. Valaminek a közepébe. Azt mondjuk bizarr, hogy itt meghalsz, és akkor egyből így immediate release, boom. Nem tudhatod. Lehet, hogy nem emlékszel rá, de 5 perccel ezelőtt kezdted el ezt az életedet. Várjál. Nem csak tudhatod. Először, hogy fogjam be. Szóval lehet, nem emlékszel rá, de 5 perccel ezelőtt kezdtem ezt az életet. És akkor pontosan. Az a sok dolog, amire emlékszem előtte, mondjuk a tegnap, illúzió. Az egyszerűen akkor került be a fejedbe, mennyi. Végül is ez egy abszolút elképzelhető dolog, de... minden elképzelhető. Figyelj, végtelen van, semmi van, számunkra elképzelhetetlen dolgok. Tehát minden létezhet. Ezért mondom, hogy ha már választhatnék, és van miben reménykednem, akkor abban szeretnék reménykedni, hogy valami ilyesmi módon lesz az életnek egy újra inkarnálódása, vagy nem tudom, mint ugyanott, nem tudom más szóval kifejezni. És akkor az elképzelhetetlen,
hogy esetleg az életnek az a feladata, hogy kitaláljuk ezeket, ezt a dolgot. Szóval én nekem úgy kezdődött el az az egész, hogy világossá vált számomra az, hogy az életnek van egy értelme, van egy célja. Az, hogy mi itt vagyunk, az valami céllal van. És végül elvezetett ez idáig. Mint ahogy valószínűleg nagyon sok más embert ez elvezetett a célhoz, hogy egyszer megfogalmazódott bennem, ez 2008 volt, tudatosan, hogy ennek az életnek van egy értelme, van egy célja, amit nekünk ki kell találnunk, hogy mi az. Persze ez a folyamat elkezdődött már évekkel korábban, úgy értem ez a keresés, mondjuk nagyjából 2002-2003-ban. Szóval ez azért egy ilyen 13-14 éves folyamat eljutni ide 2016-ig, mire én ugye megértettem, hogy mi a szituáció, de én szerintem egyértelmű, hogy van valami. Szóval abban megegyezünk, hogy ez nem relatív a személyhez, szóval ez nem változik azzal, hogy ki az, aki... Tehát az, hogy mi van, az nem az, hogy neked reinkarnáció van, mert te abba hiszel, nekem meg ez van, mert én ebbe hiszek. Ez ebbe egyetértünk? Hát én pont ezt mondtam már a legelején, hogy én nem hiszek dolgokban, hanem reménykedem dolgok. A kettő az nagyon különbözik egymástól. Hát figyelj, akkor ha már itt tartunk, a hit az a remény lett dolgoknak a valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ez Héberekhez 11-es fejezet így definiálja a hitet. Hogy a hit az a remény lett dolgoknak a valósága. Az, amit remélsz, az számodra most bizonyosság. Ez a hit. Szóval a remény és a hit az nem áll olyan távol egymástól. Amit kérdezek az, hogy abban egyetértünk, hogy van egy abszolút... Nem, ez nem így van, bocsánat, ezzel nem értünk egyet. Miben nem értünk egyet? Ebben, és most egy nagyon profán példát hozok, de az, hogy... Ne, olyat te hozzál inkább, mert én nekem ezt meg kell osztani, ezt a videót, szóval valami olyat hozzá, amit utána nem kell kivágnom. De azt kell mondani, hogy... Nem tudom máshogy, de akkor megugorjuk át. De abban nem tudok, abban tudok reménykedni, hogy létezik, mit tudom én, sárga banán, viszont életemben nem láttam, de reménykedem, mert zöldet már láttam, de abban, hogy a banán, hogyha megeszem, akkor utána engem egy szerencsétlenség fog érni, mert babonás vagyok, az meg már hit. Érted a kettő közt a különbséget? Hogy nem hiszek a fekete macskában, tehát reménykedem benne, hogy mit tudom én, nincsen fekete macska, na de abban már hinni kell, hogyha elfut előttem, akkor nekem szerencsétlenségem lesz, mert babonás vagyok. Tehát a remény meg a hit az nagyon távol áll ilyen szinten egymástól. Hát most abban ember nem, annyira számomra nem világos, de én tudom, hogy mit jelent a remél kifejezés, úgy értem, hogy azt valószínűleg mindenki tudja, de megnézem a szótárba inkább most, hogy mit jelent a remél, és akkor hát az közelebb visz minket remény az jó. Megnézzük a reményt. A remény az a lelki tevékenység, vagy valakinek az a várakozó állapota, amelyben bizalom, több-kevesebb bizonyosságú hit nyilvánul meg az iránt, aminek a megvalósulását szeretné. Ez arcanum.hu online, igazából ez egy online lexikon, amit használnak például most a digitális oktatás során. Szóval még egyszer, az egy lelki tevékenység, vagy valakinek egy várakozó állapota, melyben bizalom, többé-kevesebb bizonyosságú hit nyilvánul meg az iránt, aminek a megvalósulását szeretni. Ez a remény, vagy a remélni. Az, hogy te hiszel abban, hogy az fog bekövetkezni, amit te szeretnél. Ez jelenti a remél. Lehet, hogy ez egy másik dolog, amiről te beszélsz, csak esetleg a szó az... Szóval akkor az nem remény, de szerintem, ez a... Szerintem az, hogy hiszek Istenben, vagy reménykedem benne, hogy létezik Isten, én szerintem az két különböző dolog. Az két különböző dolog, de nem ilyen, hogy az egyik itt van, a másik meg 180 fokkal ott. Érted? Abszolút egyetértünk, hogy ez két különböző dolog, hiszen két különböző szó van rá nyelven. Szóval különböző kell, hogy legyen. Igen. De nem annyira nem különböző, hogy teljesen igen. Más a kettő. Azt akarom kihozni az egészből, megkérdezni még egyszer, hogy akkor a te hitrendszered szerint mindenki abban
a valóságban él, amit elképzel magának, vagy van egy általános érvényű valóság. Mondjuk tegyük fel, egy szimulációban élünk. Szóval egy szimulációban élünk, vagy ha te azt hiszed, hogy az a reinkarnáció per valami más a te valóságod, akkor te abban élsz, és neked azok a én meg ebben hiszek, ezért nekem meg ez van. Érted, amit mondok? Értem, miről beszélsz. Na melyik van szerintem? Mindenkinek más valósága van? Igen, de hogy a valóság... Hát, hogy van egy valóság, vagy pedig mindenki abban a valóságban él, amiben él, és az a következmény vár rá, amiben hisz. Miért zárja ki a kettő egymást? Hát ez vagy az, mert ugye vagy van egy alapvalóság, vagy mindenkinek a saját valósága van. Szóval mind a kettő nem. Mert ha van egy nagy doboz, ami maga a valóság, és abban vannak kis dobozok, amin dobozon belül mi élünk, viszont nem tudunk arról a nagy dobozról, amiben mindenki benne van, én valami ilyesmiben hiszek. De a halál után kell, hogy legyen valami. Szóval arra akarok kitérni, hogy ami azután van, az mindenkinek az, amit remél és amiben hisz, vagy az egy általános érvényű dolog. Értesz? Szóval most nem is az élet feltétlenül olyan fontos, hanem az, ami utána fog történni. Szóval akkor elmondom új... De most én ebben hiszek, amiben a Bibliában, szóval nekem van egy pokol, vagy egy menny a végén. Te abban hiszel, igen, amiben hiszel, szóval neked majd, ha meghalsz, akkor reinkarnálódsz, vagy nem tudom. Érted? Nem hiszek benne, reménykedek. Jó, akkor reménykedsz benne, szóval akkor neked az lesz a vége, hogy majd te neked az lesz, vagy amire eljutsz majd az életed végére. Értesz, hogy mit akarok kihozni belőle? Szóval van egy általános vége a dolognak, vagy pedig mindenkinek az lesz, amit ő elképzel? Nem. Itt ez akkor fog kiderülni, amikor ott leszünk. Hát akkor biztos ki fog kiderülni. De pont ez a különbség, pont ezt mondom, hogy erre azért nem tudok válaszolni, mert te hiszel. Te hiszel abban, hogyha te meghalsz, akkor valahova jutni fogsz. Így van. Én ezt nem tudhatom. Nekem fogalmam sincs arról, hogy te hova fogsz jutni, de én nem hogy is én arról hova fogsz jutni, vagy a kollektíve ki hova fog jutni. Fogalmam sincs róla. Most ebben a pillanatban úgy gondolom, hogy van egy kép a halálról, és hogyha már lehetne választani, és van reményem valamiben, akkor én azt a utat választanám inkább, mint hogy folytassam ezt az egészet még tovább húzni egy mennybe, meg egy pokolba, meg ugyanúgy ragaszkodni az itteni létem. Nirvánában, vagy egy akármiben. Vagy igen, az Shangri-La. Itt lévő cselekedeteim által ide kerülni, vagy oda kerülni. Nem, én nekem, én nem, hát... És a valóság ehhez igazodik, ami a te elvárásod, vagy van egy valós dolog a végén? Értesz? Az én valóságom jelenleg egyikre se igazodik. De ha meghalsz, akkor azután lesz... Valószínűleg akkor nem jól fogalmaztam meg a kérdést. Azt akarom megkérdezni, hogy ugye mindenki meghal, szóval azután valaminek történnie kell. Egyszerűen, ha nem történik semmi, akkor a semmi történik. Szóval Ha csak lekapcsolják a villanyt, azt mindenki a sötétben lesz, vagy nem tudom, vagy lesz menny, vagy egy ilyen boldog, önfelett, mindenki egy izé lesz az univerzummal. Érted? Ezek közül valami. Szóval valaminek lennie kell. Amire én ki akartam térni az, hogy az, ami lesz utána, mert abban megegyezhetünk, hogy lesz valami utána. Ebben meg. Oké. Szóval az, ami lesz utána, az szerinted egy konkrét valami? Vagy pedig mindenki számára az, amiben ő hisz és reménykedik? Egy konkrét valami. Szóval egy általános érvényű valami lesz. Neked is, nekem minden. Is, meg mindenki. Én úgy gondolom, hogy senki se kivétel, mindenki okay. Ugyanúgy fog meghalni, mindenki ugyanoda fog meghalni. Hát akkor nem az lenne az életnek a lényege, hogy kideríteni, hogy mi az, és hogy lehet arra felkészülni? Vagy ez elképzelhető, hát hogy az élet egy ilyen... Egyelőre azt se tudjuk, hogy a halál az most valaminek a vége, vagy valaminek a kezdete, vagy most vagyunk a halálba, vagy azután leszünk a halál. Nem, hát ezt életben vagyunk most, mert ugye ez az életnek hívják, amiben vagyunk. Szóval azt tudjuk, hogy ez most nem a halál, hiszen ez az élet. Azt mindenki tudja, hogy mi a halál. Ezek szavak.
Most Hát de most mi csak nyilván... de persze, hogy szavak, de bocsánat, de mi az életünket definiálják ezek a dolgok. Szóval most vagy alkotunk egy új nyelvtant, egy új, érted? Vagy dolgozunk azzal, amink van. Szóval azt nem mondhatjuk, hogy a halál az más jelent, mint amit mindenki tud, hogy jelent. Érted, amit mondok? Szóval valamilyen szinten definiálni kell a valóságot, különben az egész egy ilyen nagy abszurdummá változik, amikor nem tudunk kommunikálni, jó, mert az élet nem az életet jelenti, a halál meg nem a halál. Én a halált a klinikai halál beálltával jellemzem. Ennyi. Ami utána van, az nekem már nem halál. Az nem a halált jelenti. Így nekem van, az a klinikai állapot, amikor leáll az agyműködés, meg nem tudom milyen fiziológiai dolgok, nekem ennyit jelent a halál. Ez, az ide, ez, ez utána egyébként már a nem szótár halál. szerint is az élő szervezet, főleg az emberi szervezet életműködésének végleges teljes megszűnése a meghalás. Ebben egyetértek. Na, de hát ez az életünkben egy pár másodperces Így van, műve ez egy lett. Esemény, nem egy folyamat. Abszolút. Na, hát igen. Oké, és akkor ami szóval... Amire ki akartam térni az az, hogy akkor abban egyetértünk, hogy az élet befejeződik a halál, ez jelenti a halál, ez itt ugye ez a definíció. Szóval, legyen így. Hát hogy ne, akkor ami utána következik szerinted, most én csak azt akarom kimondatni vele, hogy az egy konkrét mindenkire érvényes akármi lesz. Én úgy gondolom, nem tudom, úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy rólam van szó, rólad van szó, vagy egy muszlimról van szó, vagy egy nem tudom, tehát egy bárkiről, vagy egy fideszes. Mindenki ugyanúgy, igen, vagy egy fideszesről, vagy egy illóról, vagy egy benszülöttről, uh-huh. vagy egy északkorairól, egy rossz emberről, vagy egy jó emberről, aha. mindenki pontosan ugyan oda fog jutni, miután ez a valami. Halál, ez a két másodperces ha. Dolog, amit mi halálnak nevezünk. Ez bekövetkezik. Ez ugye, ez így bekövetkezik. Én így gondolom. És most akkor jelenleg. Most azt mondtad, hogy jó ember vagy rossz ember, most nem akarok visszakanyarodni arra, de akkor igen. megint csak meg kellene fogalmaznunk azt, hogy ki a jó, meg ki a rossz. De Értem. Szóval akkor, oké, most már így akkor értem. Szóval, hogy van egy valami a életet lezáró halál után a te elképzelésed szerint is. Mindenféleképpen jó, így gondolom. Nem hiszek a semmiben. A semmi is valami. Értem. Na, hát hogyne? A semmi is, az abszolút. Na, ez a lényeg. És ez mindenkire általános érvényű. Attól függetlenül, minden. Hogy... Szóval akkor még csak annyit hozzátennék, hogy tegyük fel, az van, amit a reinkarnáció hívők mondanak, hogy újra születsz, mint egy kakadó, vagy nem tudom, hogy ott azt hiszem van ilyen is, hogy akármi, vagy egy kelbimbó, és akkor... Én ezért nem hiszek a reinkarnációba. Hát persze, csak mondom, hogy szerintük az van. Szóval akkor, ha én nem tudom, hogy az van, hanem én ebben hiszek, amiben én élek, akkor igen. Az milyen következményekkel jár az én reinkarnációm, szóval újra kezdem az egészet, és akkor elkönyveljük úgy, hogy fú, ez az ember, ez olyan vakvágányon indult el, hogy ahhoz képest, ami van, ez elment egy teljesen más irányba, szóval újra kezdi, azt megpróbáljuk, hogy hát a legközelebb elcsípi ezt az egész. De most ezt fordítva is megkérdezhetné tőled, aki abban hisz, hogy kakadúvá vagy egy rókává, vagy egy planktonná fog ja, változni, ja, ja. hogyha nem jahuába hisz meg neki. Ja. Ó, de én el tudom neki mondani, hogy mi a következménye annak. Szóval én ezért kérdezem, hogy... Hát ő is el tudja mondani, akkor izé leszel egy hangyássön. Hangyássön. Értem. Például, nem tudom. Nem tudom, milyen náluk milyen mértékű büntetések vannak, úgy tudom, ha hogy... Ha egyáltalán van. Nagyon, nagyon rossz voltál akkor. Hangyja leszel, ha annyira nem voltál rossz, akkor pedig hangyássön. Nem tudom. Értem, jó, na mindegy, erre ment ki a játék végül is, hogy akkor ezeket a dolgokat átbeszéljük. Én azt javaslom, hogy egy következő alkalommal folytassuk, mert én amúgy élveztem ezt az egészet, megpróbálom ja, legközelebbre így összeszedni jobban a gondolataimat, de minden esetre érdekes volt, úgyhogy... Igen, mert most így ütköztetve voltak a dolgok. Hát, ugye, hogyha egyáltalán ezt annak lehet hívni, de mondom, hát igen, a cél nem az, hogy
Igazából itt nincs győztes meg vesztes, hanem csak így én kíváncsi voltam arra, hogy Figyelj, figyelj, azért jutunk-e itt valamire. Mondd, zárszóként mondd. elmondom, Aha. hogy azért azt mindenki tudja, a te hallgatóid is tudják, hogy itt most konkrétan egy teljesen átlag nézőponttal szemlélhettek így velem kapcsolatban. Tehát az emberek többsége az valamilyen szinten, hogy mondjam, hogyha tényleg nem hívő, akkor más megoldásra nem nagyon tud jutni, ha nem hívő. Csak erre. Tehát én azért mondom, hogy mindenki egy kis dobozból néz ki. Ez így van, mert értem. Azért mondom, mindenki egy kis felépíti a dobozból saját néz maga ki, a valóságát. Mert hogyha nincsen hited, nincsen könyved, nincsenek írások, amiben te hinni akarsz, nincsen karizmatikus megtapasztalásod, nincsen egy olyan dolog az életed, amikor te hirtelen úgy érzed, hogy megtérsz ehhez, ahhoz, hogy ahhoz a valláshoz, akkor össze kell azokat az infomorzsákat szedned, amitől te vagy egy olyan ateista leszel, aki aztán tényleg semmiben nem hisz, csak a kövön, ami nyár, érted, meg a zöld igen. Fű, meg a kék-kék, vagy lesz belőle egy ilyen, kicsit ilyen, hogy mondjam, egy ilyen mutáns akármi, mint én. Igen, hibrid. Aztán egy ilyen hibrid, ez a jó szóra, aki tényleg minden hónap próbálja összekapkodni a dolgot, de még mindig nem tudom. Igazából az egy hibrid elképzelés, én nekem ez eszembe jutott közben, és nem is sérteni akar, nem is sértésből mondom, de valóban az enyém is az volt, és én nem úgy értem, hogy most én fejlettebb lettem, vagy akármi, hanem én tudom magamról, hogyha visszagondolok 5-6 évvel ezelőtt, akkor én nekem volt egyfajta hitem, és amúgy az talán hasonlatos lett volna a tiédhez. Vagyis volt, hogy én is hittem valamiben, és akkor az ember összeszedi azt onnan, amilyen hatások érik az életben, meg ami így számára úgymond van értelme, vagy érted, amit mondok, hogy így összerakod magadnak a te hitrendszeredet az alapján, amivel találkozol a világból, és ami közel áll hozzád. Szerintem ez az, amiről itt szó van, és amúgy a legtöbb ember valószínűleg így éli az életét. Hogy összerak egy képet arról, hogy mi az élet értelme, van-e valami felsőbbrendű erő, meg mi az, ami történik, ha meghal. Úgyhogy a legtöbb ember egy ilyen hibrid ben él, de ez nem feltétlen probléma, hiszen mindannyian különböző fázisaiban vagyunk ennek az útnak, amikor így az ember végighalad az életen ezen a fejlődés. Na, hát én szerintem ez rám vonatkozóan, és szerintem egy korrekt végszó volt. Nagyszerű, akkor figyelj csak, én köszönöm a beszélgetést, és akkor folytassuk néhány akkor már mehet. Hét múlva, vagy valamikor a jövőben. Mindenféleképpen, akár mehet live-on is. Oké, megpróbáljuk azt akkor. Minden jót. Üdvözlet, minden jót, szia. Halleluja.